Ennél csodálatosabb dolog nincsen, hogy itt vagyunk egy gyönyörű helyen és ilyen környezetben, és akkor ilyen extra kiszolgálás, meg egyebek vannak. Járt bent a házban? Igen, igen. És nagyon. Hogy tetszett? Megrendítően szép, meg fájdalmas is kicsit. Miért? Hát mert meg kéne menteni ezt a sok szép értéket, ennek lelke van itt a dolognak, és nehogy elmúljon. Jellemzően a helyszínek hangulata az, ami nagyon megfog, és ami érdekel. Többnyire mindenhova benézünk, ahol látjuk, hogy bármi nemű kiállítás lehet. Sok olyan dolgot láttam, amit kifejezetten ötletesnek találok. Ezek a videóinstallációk olyan érdekesek, ilyenre nem találkoztam még korábban. Nekem a hangulatot tetszik nagyon. Tehát eleve, amit a térből kihoztatok, az nagyon tetszik, hogy amerre megyünk, abszolút alkalmazkodik ahhoz a térhez, amibe belépünk. Pedagógia történettel foglalkozom, tehát azért is jöttünk ide megnézni ezt, mert a néptanítók története érdekel engem, és az érdekelt, hogy milyen hangulata van egy ilyen épületnek. Ez egy nagyon nehéz világ volt még akkor, amikor hát az 1700-as években épült ez a ház, és sokkal küzdelmesebb valóság. Noha valószínűleg az emberek sokkal inkább önazonosak voltak, tehát valószínűleg sokkal kevesebb lelki terhet cipeltek a mai értelemben. Spirituálisabb világ lehetett, könnyebben lehetett azonosulni a transzcendens gondolattal, mint ma. Ezt sugallja nekem ez a ház. Volt évfolyamtársammal, ültünk egyszer az erkélyén, közösen is azon gondolkoztunk, hogy dizájnerként mi lenne az az ötlet, mi lenne az a téma, amivel Isten tudjuk szolgálni, mert mint dizájnerek inkább a piacra dolgozunk, inkább a pénz a központú, és nem pedig ő. És akkor született meg az az ötlet, hogy csináljunk keresztény ékszereket. Csináljunk egy igazi keresztény ékszerkollekciót, ami nem halacskával és keresztből áll, hanem egyéb bibliai történeteket dolgozunk benne föl. Noénál például előjön a bárkának a szimbóluma elsőként, az állatokkal aztán előjön a felhő szimbóluma, meg az esőjé. Ott van a galamb a történetben, az olajággal, meg a felhő, amiből aztán már Isten fényesült ki, és nem pedig az eső esik. Tetszett, hogy tudtam hova kötni. Nagyon más volt, mint egy ékszerbolt, ahol igazából az áron kívül semmi információt nem kapunk róla, maximum azt az anyagot megy a tervező. De így nagyon tetszett, hogy össze van kötve egy ilyen isteni történettel és a templommal. Aki erre tér, ihat egy kávét, egy teát, közben olvasgathat, mondunk neki verset is, hogyha kéri. És igazából egy olyan nyugalom szigetét képviseli, akkor valaki megfáradt, betérhet és pihenhet egy kicsit. Hogy látod, az embereknek sikerül itt megpihenni? Igen, igen, mindenki. Sokáig elidőzik, szóval így látszik, hogy nem sietnek tovább, hanem tényleg így megnyugodnak, leülnek, hallgatják a csendet. Hoztam egy ajándékot az Irodalmi Kávéháznak, egy Nyugat CD-romot, amin a Nyugat folyóirat összes száma rajta van, olvasható, kereshető. Egy kávéházban legyen egy Nyugat. Másrészt pedig, amikor bejöttem ide, akkor az első könyv, amit levettem egy asztalról, az egy Dzsida Jenő kötet volt, és azt mondja, Lee Kin könyvéből fordítás, ha asszony szól veled, mosolyogj és ne figyelj oda.